Településünk immár 12. alkalommal adott otthont a Sárét Kupa sakversenynek. A nemzetközi szintűre fejlődött rendezvényre a környező országokból is érkeztek résztvevők. A 3 napig tartó versenysorozat szeptember 15-én vette kezdetét az általános iskola tornatermében. A rendezvényről Borbéné Fülöp Hajnalka polgármester beszélt riporterünknek. Mai rendezvény az egy hagyomány már a településünkön, illetve a sakkozók körében is. Nagyon várták már, azt gondolom, a jelentkezők létszámából adódóan is lemérhető ez. 12. alkalommal kerül megrendezésre péntektől vasárnapig a Sárét Kupa sakverseny, amely már nem csak a Sáréten belüli versenyzőket hozza a településünkre, nagy örömünkre, hanem az ország minden pontjáról, illetve már jó néhány éve külföldről is. És hát itt gyakorlatilag a SAK szövetség által is egy elismert versenyről van szó, 71-en neveztek be erre a versenyre. Az önkormányzat a feltételeket próbálja meg biztosítani az oktatási intézménnyel és a klikkel együtt. A többi pedig már a szakmai lebonyolítóknak a dolga, illetve a versenyzőké. De reméljük, hogy sikeres lesz ez az évi rendezvényünk is. Ennek a kezdete néhány SAK szerető, kedvelő helyi lakos kezdeményezésére, illetve az akkori vezetés támogatása mellett indult ez el, és hát gyakorlatilag 12 évvel ezelőtt, és ennek azóta is töretlenül a kezdeményezést követően támogatója, lebonyolítója, szervezője Gerda Emil, akinek tényleg nagyon köszönjük a munkáját, hiszen ez egy olyan hosszú és több hónapon át tartó előzetes szervezést igényel a szakmai szempontok alapján, amely terhet leveszi a vállunkról, és így gyakorlatilag ő ezt egymagára vállalja, amiben még nagyon sokat segít neki itt helyben Bogár Lajos bácsi, tehát ők ketten ezt igyekeznek előzetesen megszervezni, természetesen egyeztetve az önkormányzattal, és ezt követően kezdjük meg az előkészületeket. A verseny megrendezésében közreműködött a Debreceni Csat Egyesület, a Tetétlennel közös munkáról Kovács Zsuzsanna, az egyesület elnöke és projektvezetője nyilatkozott kameránknak. Maga a projekt az egy 3-5-ös e-fokos projektnek az elsődleges megvalósulási helyszíne Tetétlen, tehát nem csak ez az egy rendezvény, hanem 3 éven át sok közösségi projekt, közösségi rendezvény fog megvalósulni. Így az első fél év után ez egy következő időszak lesz, a második mérföldkövünk, amikor is a településnek a sport és a sakhoz való kötődését szeretnénk még jobban erősíteni. Ez nagyon nagy öröm nekünk, hogy több mint 60-an regisztráltak erre a rendezvényre, és amit eddig már az önkormányzat megvalósított, azt szeretnénk továbbiakban a fiatalok számára és a többi település számára jóval nyitottabbá tenni. Nagyon örülök, hogy ilyen sok fiatal van köztük, akik beneveztek a versenybe. Igazából igen, nehéz a gyerekeket motiválni, mert ez egy valós belső motiváció, hogy ők a sakhoz valami családi kötődés, baráti társaságban megszerették, és utána látják ennek a szépségét. Jóval türelmesebbek, jóval komplexebb gondolkodást fognak kapni a sakktól, és gyakorlatilag utána már táblagépeken, számítógépeken is tudnak játszani, tehát nem kell elszakadni a virtuális világtól, de nagyon-nagyon fontos, hogy így a szociális kompetenciáik is fejlődnek, hisz le kell ülni időssel, fiatallal, idegen helyen, versenyezni kell és tétre kell játszani. A résztvevőket Gerda Emil, a Sárét Kupa sakversenyek főszervezője köszöntötte, majd településünk polgármestere nyitotta meg a rendezvényt. Nagy szeretettel köszöntök ismét mindenkit, és mindig engem boldogsággal tölt el, hogy mindig vannak újabb sakkozók, akik megtisztelik ezt a kis rendezvényünket, amelyet az idei alkalommal már 12-jére sikerül megrendezni, és hál' Istennek, köszönhetően nektek ismét sikerül. Nekem mindig az a vágyam, vagy tervem, hogyha 60 sakkozni szerető embert el tudunk csábítani úgymond Tetétlenre, én akkor már nagyon sikeresnek érzem ezt a rendezvényt. 70-en leszünk azt hiszem, vagy 71-en. Tehát köszönet még egyszer nektek. Eltelt egy év, látjátok, itt semmi nem változott. Hál' Istennek, már ezt pozitív értelemben mondom. Azt tudom, hogy az én tudásom egyre kevesebb, viszont azok a fiatalok, akikkel ezelőtt egy-két éve, vagy egy fél éve
döntetlent játszottam, azok már simán vernek, és én ezért szeretem ezt a versenyt, mert nagyon sok olyan fiatal tehetség megfordult, akik már a tudásuk miatt nem jöhetnek vissza, mert már régen 2200 fölött vannak. Ennyi kis bevezető után hadd tekintsünk már el, hogy én mindenkit bemutassak külön, de én azt gondolom, hogy egy csoportos bemutatást ezek az emberek, akik itt mellettem állnak, vagy nekik köszönhetjük elsősorban, hogy az a rendezvény már 12. alkalommal megrendezésre kerülhet, és remélem veletek együtt gondolva ezt, hogy ez sikeres is. Annyit azért csak illik, bár szerintem nagyon sokan ismeritek már, polgármester asszonyt hadd mutasson be, Borvei Ön. És én azt gondolom, hogy ugyanilyen vagy nem nagyobb tag, de egy kicsit lehet, hogy erőteljesebb tag, megérdemli a többiek is, akik itt felsorakoztak, mert mindenki nagyon-nagyon aktív szereplője és alkotója volt annak, hogy ez a verseny elindult. Köszönjük szépen! Én átadnám a szó polgármester asszonynak, hogy nyissa meg a rendezvényünket, utána pedig még lesz egy-két olyan technikai mondandó, amit majd folytatom. Köszönöm szépen. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is Önöket, a képviselőtársaim és a település valamennyi lakója nevében. Nagyon örülünk, hogy ismételten ilyen sokan jelentkeztek és itt vannak körünkben. És hát gyakorlatilag, ugye nem illa azt mondta, hogy nem változott semmi, a tornateremben valóban nem, de a településünkön szerencsére azt kell, hogy mondjam, sok minden változott. Amikor idejük engedi, nyugodtan járják körbe a települést, nézzenek széllyel, és bízunk benne, hogy Önök is felfedezik azokat a változásokat, azokat a fejlesztéseket, amelyek az elmúlt egy évben megvalósultak. És hát gyakorlatilag igen, 12. alkalom, azt mondtam, hogy hamar eltelt ez az egy év, de gyakorlatilag már ugye folyamatosan, ahogy készülünk, ahogy jöttünk ide, én már megsietettem az időt, és azt mondtam, 13. alkalom. Megelőlegeztük a következőt is. Én bízok benne, hogy jól érzik ismételten magukat itt a településünkön és ezen a versenyen is. Igyekeztünk mindentől telhetőt megtenni, hogy a lehető legjobb ellátásban részesüljenek. Bízunk benne, hogy ebben sem fognak az idén sem csalódni. És hát gyakorlatilag itt egyeztettünk, megnéztük a gyönyörű ajándékokat, azt gondolom, hogy ez is nagyon inspiráló lehet. És ehhez igyekezett az önkormányzat is egy pici pluszt hozzátenni, amit oldalt majd meg fognak tudni tekinteni. Évről évre hozunk egy-egy kis hazai terméket, ami most már a településen belül a foglalkoztatási programjainkhoz kapcsolódóan Tétlen Kincsei márka név alatt fut, és azt gondoljuk, hogy egy kis hazai íz, az itteni termékek, azok majd folyamatosan fogják Önöket emlékeztetni, amit majd a vasárnap rendezvényt követően, a díjátadót követően az itt maradottak között fogunk is osztani, és sok szeretettel átadni. Én kívánok mindenkinek nagyon jó versenyzést, nagyon jó játékot, és azt, hogy érezzék jól magukat a településünkön, és én ezennel megnyitom a versenyt, és köszönöm, hogy eljöttek, és itt vannak a településünkön. Köszönöm szépen, polgármester asszony. Én csak inspirálni szeretnélek benneteket arra, hogy tényleg jó lenne, hogyha itt maradna minél több ember a díjátadón is, mert a polgármester asszony által, hogy szerényen bemutatott Tétlen Kincsei vagy Tétlen terméke, egy-egy csomag az több ezer forint értéket képvisel, és ha voltak ilyen megtisztelők és kedvesek, hogy felajánlották, ezt ugye az itt meg jelenlévők között, hogy itt maradnak a sorsoláson, mindenkinek a nevét beletesszük majd egy dobozba vagy kalapba, és akkor majd megkérjük, lehet, hogy éppen a legfiatalabb versenyzőt, nem tudom, ők fogja kihúzni, az 7-es darab csomag, tehát azért azt gondolom, hogy megérik maradni. Még egy, én azt gondolom, hogy kedves kötelességemnek is szeretnék eleget tenni, hogy fölhívjam a figyelmeteket, akik folyamatosan itt vannak, ugye már találkoztak többször, ugye, szegény Ilkó művésznőnkkel is, nem szegény Ilkó, és szintén a polgármester asszonnyal együtt karöltve
az első három helyezettnek egy külön díjat ajánlottak föl, amely a Tetétleni Struc telepen lévő strucoknak a tojásaiból van, hát hogy pontosan hogy kell megnevezni? Gravírozva. Tehát ezek még ezelőtt egy pár nappal még egészséges, ilyen nagy nehéz tojások voltak, én is alig bírtam. Tehát az még az első három helyezettnek járni fog. Egy kis inspiráló erre. Köszönöm, és akkor én átadnám, bocsánat, nem mutattam, de szerintem ismeritek mindjárt a Száva Miklós versenybíró urat. Átadnám neki a szót, hogy a verseny technikai dolgait ismertessen. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Sokan ismertek, néhányan talán nem. Száva Miklós vagyok, ennek a versenynek a főbírója. Néhány szabályt szeretnék elmondani. Kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert új szabályok jöttek ki júliusban, és ezek nem feltétlenül az amatőr sakkot támogatják. Ettől függetlenül FIDE versenyen vagyunk, ezekre a szabályokra oda kell figyelnünk, és ezeket a szabályokat be kell tartsátok. Én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ezek a szabályok ne rémítsenek el titeket, ti csak foglalkozzatok a sakktáblán történt dolgokkal, ne pedig a különböző szabályozásokkal. Ha vitás eset van, akkor fogok dönteni, higgyétek el, pártatlanul csak azt fogom nézni, hogy a sakkjáték az ne sérüljön. Az egyik ilyen szabály, amit már el kell mondjak, a sakkjáték egykezes játék. Ez a B csoportban is, A csoportban is, gyerekeknél is, megszokott idősebb felnőtteknél is azt jelenti, hogy a sráncolás is egykézzel történik. Ez a legrázósabb szabály szerintem az új szabályok közül, amelyet figyelembe kell vegyünk. Azt szeretném kérni, hogy azért ne az ötödik lépésben azon dőljön már egy partja, hogy most kétkézzel sáncolt valaki vagy nem. Igen, szabálytalannak kell minősítenem, ezt itt FIDE versenyen ki kell hangsúlyoznom, de én úgy gondolom, hogy azért sakkozni jöttetek, nem pedig az, hogy ötödik lépésben nekem be legyen írva a pont típusú dolog. Szabálytalan lépés, első szabálytalan lépés nem veszít, a második szabálytalan lépés veszít, tehát éppen még egy kis korrekcióra van ott lehetőség. Még egyszer én azt szeretném kérni, hogy azért valami kis tolerancia legyen bennünk ez irányába. Persze, ha valaki ezt azt fogja mondani, hogy szabálytalan lépett, mert két kézzel sáncolt, nekem, mint bírónak meg kell ítélnem a szabálytalan lépés fogalmát. Ugye a verseny két csoportban zajlik, az A csoport lesz ebben a két sorban, és a B csoport lesz abban az egy sorban. A két csoportban különböző lesz a játékidő, meg különböző lesz a fordulók rendje. A versenykiírásból egy példányt majd kirakunk oda az ajtóra, amire szerepel a forduló kezdési időpontja is. Lehet, hogy csinálok, nem is lehet, hanem biztos csinálok egy olyat, amin rajta lesznek a forduló kezdési időpontja. Ez azt fogja jelenteni, hogy attól korábban nem kezdődik el a forduló. Jó? Tehát, hogyha csúszás lesz, akkor azt úgy is fogjátok látni, de attól korábban, ami ki van függesztve, nem kezdődik a forduló. Az A csoportban 60 perc plusz 30 másodperces játékidővel, 7 fordulóval fognak küzdeni a három szép tojásért a versenyzők. Ez azt jelenti, hogy végig kötelező írni a játszmát. A játszmalapokat azért lehetőleg olvashatóan próbáljátok megírni, amennyire lehet majd rögzítésre fognak ezek kerülni. Mivel bónuszidő van, ezért már most szólok, ebben a csoportban döntetlen igénylés nincsen. Jó, tehát A csoport végig köteles írni, döntetlen igénylés van, ugye az 50 lépéses szabálynál, meg a háromszori tükörállásnál, de a két percen belüli, amire majd mindjárt kitérek a másik csoportnál, két percen belül döntetlen igénylés A csoportban nincs. A B csoportban 9 fordulót fognak játszani a játékosok, a játékidő 60 perc, amely alatt be kell fejezni a partit. Erre a gyorsított befejezés szabályai érvényesek, tehát többek között a szabályos döntetlen igénylés abban a csoportban van, illetve abban a csoportban az utolsó 5 percben nem kötelező írni a partit. Lehet írni,
de ott már nem kötelező írni a partit. Amire még szeretném felhívni a figyelmet, gyalog átvitel, gyalog bevitel. A gyalog bevitelnél ugye a gyalog átváltozási mezőre, amikor megérkezik, akkor saját színű figurára tisztre kell váltani. És az órakezelés csak ezután történhet meg. Ha abban az esetben, hogyha a gyalogot bevitte, gyalogként áll a táblán, kezeli az órát, egyrészt szabálytalan lépésnek minősül, másrészt kötelezően királynőt kell feltenni ebben az esetben. Jó? Próbáljuk meg ezt betartani, hogy beteszem akár a gyalog érintheti a 8. sort, még nem kezeltem az órát, beteszem, leváltom tisztre, bármelyik tisztre, és majd csak utána kezelem az órát. Jó? Óra kezeléssel van vége a lépésnek. Ha valakinek esetleg nem elég a két vezér, ami a táblán van, és még egy harmadikat is szeretne, szóljon nyugodtan, fogunk tudni adni, van elég készletünk. FIDE versenyen vagyunk, ennek megfelelően a versenyterembe, illetve a versenyhelységbe, ami ugye a mosdókkal kiegészített, dohányzókkal kiegészített helység, mobiltelefont bekapcsolt állapotban nem lehet a verseny helyszínére hozni. Ezért mindenkit most megkérek, hogy mobiltelefonját azt kapcsolja ki, kikapcsolt állapotban benne lehet a táskában, ahhoz a táskához nem nyúl hozzá a parti közben, amikor végzett, akkor utána lehet majd mobiltelefont bekapcsolni. Tehát a mobiltelefon bekapcsolt állapotban a verseny helyszínein, ideértve a mosdóhelységet, a dohányzóhelységet, sem lehet játszójátékosnál. Dohányzóhelység? Kint. Kint, tehát dohányozni kint a kapu előtt, iskola területén vagyunk, iskola területén belül sehol nem lehet dohányozni, ezért azt szeretném kérni a játékban lévő játékosokat, ha dohányozni mennek ki, jelezzék nekem, kimentem dohányozni, nagyjából 1 perc, 2 perc, 3 perc múlva fogom várni vissza, mert azért olyan sok időben nem kerül a dohányzás. Tudom, van, aki el tud rágódni rajta sokáig, de én azt szeretném kérni, hogy ezt vegyük minél rövidebb időre, ne adjunk okot arra, hogy ott dohányzás közben megbeszélte a partimat típusú hozzáállás. Tudom, ilyen nem fog úgy előfordulni. Nagyjából én ennyit szerettem volna első körben elmondani. Megvannak a regisztrációk, egy pár perc múlva lesz párosítás. A párosítás két helyre fogjuk kirakni, két helyre fogjuk kirakni, nem? Oda, meg ide a, hát mondjuk oda az ajtóra fogjuk kirakni, jó, tehát mind a két helyen meg lehet nézni, táblaszámok be vannak számozva, mindenki megtalálja a helyét, és akkor rövidesen utána fogunk tudni indulni. Van-e valakinek kérdése a verseny lefolyásával kapcsolatban? Ha nincs kérdés, akkor még egy dolog, amit mindjárt meghallgatok. A versenykiírás nem tartalmazza, de itt ki van hirdetve, 30 perc a várakozási idő, tehát hogyha valaki óraindításkor nincs itt, az óraindításkor számítottan 30 perc várakozási idő van rá. Ez nem azt jelenti, hogy ha mondjuk fehérrel vagyok, ugye, vagy fehérrel vagyok, ugye fehér óráját indítom el, a fehérnek 30 perce van, a feketének meg 60 perce van, nem ezt jelenti. Mind a kettőnek 30 percen belül ide kell érnie, az jelenti, hogy megkezdi a játszmát. Jó, tehát a 30 perc késés a kiírt kezdési időponton számítva 30 percen belül itt kell lenni a játékosnak. Tibi? Az befejezett lépésnek minősül. Tehát megfogtam a figurát, léptem vele, elengedtem, ott... Igen. Annak következményeivel együtt. Jó, ha nincs kérdésetek, akkor még visszaadom Emilnek a... Köszönöm szépen. Szintén technikai dolog, ugye mindenki megkapta az ebédjegyet, tehát a versenyben résztvevő versenyzők, ugye az önkormányzók jogoltából díjmentesen ebédet kapnak szombat-vasárnap. Ugye az iskola épületében, itt tőlünk balra található étkező épületében kerül sor,
ugye ezt folyamatosan csináljuk majd holnap is, meg holnap után is, 12:00-től 1 óráig lehet majd ebédelni, de ezt úgyis holnap el fogjuk mondani. Ettől egy talán sokkal fontosabb dolog, jelen pillanatban úgy néz ki, hogy mind a két csoport páratlan számú. Igaz, hogy mind az A-ba, mind a B-be egy-egy versenyző holnap csatlakozik be, tehát adott esetben ma párosan lennénk, de itt egy kérdés merült föl bennünk Mikivel, és ugye azt beszéltük meg, hogy én ezt itt földobom, hogy ha valaki a B csoportból át akarna menni az A csoportba, akkor azzal azt érnénk el, hogy vagy fordítva is, akár az A-ból a B-be, fordítva is, igen. Jó, mert akkor azt jelenti, hogy ugye így ma ugye az A csoportban van két forduló, akkor két erőnyerő lesz, a B-be 3, viszont a további 5 forduló, meg a B csoportban 6 fordulóban nincsen erő, tehát sokkal kevesebb lesz az erőnyerő, hogy ne kelljen játszani. Ha ezt, Laci, vállalod, akkor már... Sőt, én azt akartam, hogy kedvet csináljak, de azt gondolom, hogy ez attól függetlenül, hogy már Laci önként jelentkezett. Ába vagy a B-be. Én felajánlottam, hogy akkor egy tetétlen kincseit, hogy hívják, hogy felajánlom, hogy... Majd szólják, hogy jó. Vagy akkor ezt majd megbeszéljük, jó. Akkor Laci átmegy a B-be? Laci átmegy a B-be, igen. Akkor így viszont ma lesz erőnyerő mind a kettőben, mert... Meglátjuk. Beváltozott? A bogárra is becsak ki van húzva, a B az eleve páros most. De bocsánat. Jobb ez így, hogy az átrakjuk párosra. Akkor bocsánat, ha netán valamit nem jól néztünk, akkor még ezt. De akkor a Laci helyzete függő, és az A csoport akkor biztos páros lesz. Már így páros lesz, igen. Jó, akkor én megköszönöm a megjelenteknek, még egyszer tényleg nagyon köszönjük a... Persze. Akkor még egy kis türelmet, polgármester asszonynak. Elnézést kérek, nem akarom húzni az időt, csak itt menet közben jutott eszembe, ugye az előbb mondtál mi, hogy az önkormányzat jó voltából. Ez igaz, de annyival kiegészíteném, hogy három eredményes pályázat jó voltából is. Az bízunk benne, hogy sokkal jobb és színvonalasabb ellátást tudunk még az eddigiektől is biztosítani, illetve mi erre készültünk. A Betlen Gábor alapkezelő pályázat keretében kaptunk támogatást, illetve két e-fokos pályázat keretében civil szervezetekkel együttműködve, a CSAT Egyesülettel és a Transit Egyesülettel, mindkét szervezet debreceni, ugyanígy a SAK verseny mi beterveztük és támogatásban részesült. Én csak ennyivel szerettem volna kiegészíteni, tehát ez az önkormányzat mellett azt gondolom, hogy ez is fontos volt. Így van, és köszönjük szépen, és köszönjük a támogatást is. Akkor még ez is egy technikai dolog, ugye úgy tudom, hogy pont a két szervezetnek nyilvántartást, vagy jelenlétévet vezetnek arról, hogy mit támogattok. Az lenne a kérésem, hogyha megkeresnek benneteket ezzel, akkor írjátok már alá semmiféle. Általán csak ugye igazolják, hogy amit juttattak erre a rendezvényre, a támogatást, azt ez a csapat használta fel. És akkor most már tényleg köszönöm mindenkinek, és jó versenyzést, sok sikert kívánok mindenkinek! A versenyen minden korosztály képviseltette magát az idősektől a legfiatalabbakig. A résztvevők közt sokan már régi ismerősként tértek vissza a Tetétlenre. Itt másodjára játszom itt Tetétlenen. Egyszer 2008-ban már részt vettem, és akkor negyedik helyezést értem el. Nagyon régen, ugye már 10 éves koromban tanultam meg a lépéseket, 14 éves korom óta, tehát több mint 40 éve versenyszerűen. Üzem ezt a sportot.
Nagyon vendégszeretőek a helyiek, tehát csak jókat tudok elmondani erről a településről, erről a sáréti településről. Eddig a vásárokon is találkoztam már a sáréti termékekkel, a csili paprikával például. 12. vagyok az élő pontszám szerint is sorrendben. Hát így reális esélyem igazából díjas helyre próbálok befutni. Ennyi a célom. Tehát első helyet nem igazán tartom elérhetőnek. Meglehetősen öreg vagyok már a sakkozáshoz is, de azért még megpróbálom. 18 éves korom óta valamilyen kapcsolatban vagyok, 16-18 éves korom óta. A sakknál nagyon fontos a realitás. Az ember tudni kell a saját korlátait, és reálisan kell gondolkoznia. De szeretni kell a sakkozást, az biztos, hogy valamilyen módon az edzőknek, a sakkal, tanítóknak be kellene oltani a gyereket a sakk szeretetével, az a legfontosabb. Gerda Emil, a Sárét Kupa sakversenyek főszervezője ismertette a verseny szabályait, és a játékosok eredményeiről beszélt riporterünknek. A 12. alkalommal sikerült megrendezni ezt a most már nemzetközivé érett sakversenyt. Nem csak Magyarországról, hanem Szlovákiából és Romániából is jöttek versenyzők, és már most így a eredményítés előtt, hál' Istennek kijelentetjük, hogy ismét nagyon sikeres versenyt tudtunk rendezni. Köszönhető ez elsősorban a versenyzőknek, akik megtiszteltek jelenlétükkel, és nem utolsósorban köszönhető azoknak a tetétleni embereknek, a tetétleni önkormányzat képviselőtestületének, polgármesterasszonynak, akik lehetővé tették ennek a versenynek a ilyen színvonalú megrendezését, amelyet ezután is szeretnék megköszönni mindenkinek, aki ebben részt vett. Maga a verseny az egy hivatalos verseny, tehát a sakkban ezt értékszámszerző versenynek titulálják, csak igazolt versenyzők indulhatnak rajta, és úgy gondolom, hogy a versenyünknek a népszerűségét mutatja, mint az előbb is mondtam, hogy már nem csak Magyarországon, külföldről is jönnek, hiszen Magyarországról is nagyon sok helyről teljesség igény nélkül, Dunai várostól kezdve, Miskolcon át, Kazincbarcikán, Budapest, Gödöllő, csak a legtávolabbiakat, Makó, akik ahonnan versenyzők jöttek, és van, aki többen már folyamatosan visszatérő versenyzők is vannak, de minden évben vannak új versenyzők. És ugye a sakknak a csodálatosságát mutatja, hogy egy kortalan játék. Itt is 7, még éppen is 8 éves a legfiatalabb gyerek, vagy játékos, és 83 éves a legidősebb játékos. És jó volt látni, amikor ahogy a fiatalok mennyire fejlődnek, tehát már most is dominálták a versenyt. A érmek, vagy a dobogós helyezések, vagy a helyezéseknek a jó részét fiatalok vitték, nyerték el. Maga ugye a versenynek a technikai lebonyolítása az egy két csoportban került megrendezésre, hogy a értékszám szerint vannak meghatározva csoportok. A 2200 értékszám alatti versenyzők, vagyis a maximum 2200-ig eleve azok nevezhettek, és az 1600 alatti élőpontúaknak volt egy külön verseny. Tehát így két csoportban két győztes, meg két helyezetteket fogunk hirdetni. Ezen kívül a önkormányzat jóvoltából még ajándékcsomagot is sorsolunk is ki a játékosok között. De maga a sakk egy olyan logikai készségfejlesztő, koncentrálási készséget fejleszti, fegyelemre szoktat. Tehát én mindenkinek csak merem ajánlani, vagy tudom ajánlani, hogy
a gyerekeivel, ha van lehetőség rá, akkor próbálják meg, mert biztos, hogy az életben fogja hasznát venni. Itt is a diákokkal nagyon sokkal beszélgetek. Azok a diákok, akik sok köznek, azok kivétel nélkül mind nagyon magas színvonal űzik. Nem csak a sakkot, hanem a tanulmányi eredményeik is kiválóak. Az A csoport első helyezettje Samu Szorin Mihail Nagyváradról érkezett településünkre. Nagyon tetszik játszani itt tetetlen. Voltam a korábbi éve is, és nyertem 2-3-as díj. Egy nagyon szép verseny, minden rendben volt, ebéd jó, a sakk verseny jó, jövök más éve is, ha élem. És sajnálom, nem tudjam nagyon jó beszélni magyarul, de minden rendben volt. A korábbi évekhez hasonlóan településünk alkotó művésze Szegény Ildikó idén is emléktárggyal ajándékozta meg az A csoport dobogósait. A külön díjak a tetétleni strutc telep struccainak a saját tojásai, amiket kigravíroztam, rózsamintát készítettem bele. Az A csoport első, második, harmadik helyezetteknek a külön díja lesz. Már harmadik éve vagyok jelen a sakkversenyen, készítek díjakat, amik az első, az jubiláló 10. évben volt festmények, az A és a B csoport részére egyaránt. A tavalyi évben az első 3 díjazás volt 3 olajfestmény, a többi az saját gravírozású üvegkupa. A strusz tojásokat úgy kaptam, hogy még volt benne tojás, ami egy strusz tojás 25 tyúk tojásnak felel meg. Sokkal nagyobb méretű, keményebb a fala, nehezebb megmunkálni. Körülbelül egy hét bekerült a 3 tojás elkészítése. Szeretem nézni, ahogy játszanak. Ez nagyon elgondolkodtató, szellemi képességet fejlesztő szellemi játék. Köszönöm szépen! Hát végére értünk a 12. Sárét kupának, belőlem is a utolsó fordulóra már kiment a kis duk, mert hál' Istennek úgy érzem, és nem akarom elkiabálni, ismét sikerült megrendezni ezt a színvonalas versenyt. Azt gondolom, hogy hibátlanul, remélem mindjárt jól éreztétek magatokat. Gratulálok mindenkinek, akár érte helyezést, akár nem, mert tényleg én, mint szervezőként arra próbáltam legtöbb energiát fordítani, hogy minden olyan dolog meglegyen, ami legalábbis a körülményekhez képest mi tudunk biztosítani, remélem a kajával, a süteményekkel elégedettek voltatok. Persze a kritikát is örömmel fogadjuk, hogy adott esetben jövőre még változtatni, vagy finomítani tudjunk rajta. És még egyszer köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt az eredményezést is. Én úgy gondolom, hogy azt is meg fogja érni, mert ott vannak azok a szép ajándékcsomagok, amik ki lesznek sorsolva. És akkor megkezdenénk az eredményhirdetést. Ugye azt nem mondhatom, hogy mindig volt, de most ezen a 12. alkalommal szeretnénk ismét a sakknak a kortalanságát bemutatni azzal, hogy a legfiatalabbat és a legidősebbet szeretnénk díjazni. Ja, csak akkor nekem is bocsánat, egy kicsit technikailag át kell helyezkedni. Hány éves Miki a legfiatalabb versenyző? 2008. Akkor 9 éves. 9. Tehát a legfiatalabb, csak azért, hogy tudjuk, a legfiatalabb versenyző 9, a legidősebb pedig 83. Tehát én azt gondolom, hogy ismét egy szép példa arra, hogy milyen kortalanosak. A legfiatalabb versenyző Kovács Gergely. Gyere, én. Majd szokodolj. Gratulálok, sok sikert neked. És arra menjél, jó most fotóznak. Fodas, nem a sarokban, most büntetésben állítsa. A legidősebb versenyző dr. Kántor Sándor. Csak annyit. Éppen tegnap mondtam Sanyi bácsinak, hogy én szeretnék ilyen idős korban csak fele ilyen tudással, meg ilyen egészséggel lenni, mint ahogy Sanyi bácsi van. Gratulálok, további jó egészséget kívánok. Gratulálok, további jó egészséget, és sok sikert kívánok.
mivel tudjátok, hogy két csoportban lent megrendezve a verseny, a B csoportnak az eredményezésével kezdenénk. A B csoportban ugye az első 6 helyezettet díjazzuk, 6. helyezett Nyíri Antal hajdúböszörmény, ügyesen 5,2. Ötödik helyezett Herceg László Nagy Rábé 6 ponttal. Negyedik helyezett Kovarikora Mária Szlovákiából. A képzeletbeli dobogó 3. fokára állt fel Kuruc János Karcagról 6 pontot. Második helyezett Bodnár Roland Gábor, Debreceni Sakkiskola Kvizda Egyesület 6,5. És a B csoport első vezetje Szegedi Mátyás, szintén Debreceni Sakkiskola Kvizda Egyesület 7 pont. És a főverseny díjazás, ugye sok díj van, és a külön díjakkal kezdjük. A legjobb 14 év alatti versenyző Hegedűs Dominik. A legjobb női versenydő Kacsándi Lili Ruzsina, Debreceni Sakkbarátok klubja. Elnézést kérek, Hegedűs Dominik, nem mondtam, pedig illene, és nem is ugye innen jött, a Községi Sport Egyesület Decsről érkezett hozzánk. Legjobb szenior, ugye legjobb szenior, hogy az 55 év fölötti versenyzőknél Szabó István, hajdúszoboszlói sakkozegyő, 4 év. Külön díjba részesítjük mindig a legjobb sáléti versenyzőt, idén ez Keserű Tibor, Püspökladányi Mávese 4,5 ponttal.
Külön díjunk van még, a legjobb 2000 alatti értékszámú nem díjas versenyző, ezt mindig hozzá kell tenni. Magi Tibor, Nárudvarese, 5 pontra. Hogy az A csoportban díjazzuk az 1800, vagy külön kategória az 1800 értékszám alatti versenyzőknél. Itt a harmadik helyezett lett Súlyok Eszter pénzügyi őrese. 4 pont. Gratulálok, nagyon sportás. Második helyezett lett, hogy egy kicsit haza is beszéljünk, ugye még ilyen sem nagyon volt, hogy tetétleni versenyző, igaz, hogy Nagy Ábén sakkozik, de tetétleni versenyző lett az 1800 alattiak második, Kovács Attila István. És az 1800 alatti értékszámú játékosok között első helyezett lett Nagy Ludovik Szatmár Németi, 4,5 pontra. Gratulálok, Peskám. És akkor a főverseny első 6 helyezettjét. Hál' Istennek olyan sok minden van, remélem. Nagyon vigyázzatok majd össze, hogy törjön semmi, vagy inkább maradjon az asztalon, majd utána elviszi, vagy amit gondoltok. Hatodik helyezett lett az A csoportban Donka Péter, Huszár Gálese, vagy egyesület 5 ponttal. Gratulálok. Majd ahhoz adok jogtálát, nem jó, mindjárt. Ötödik helyezett Szilágyi Norbert. Peti, arra légy szíves. Igen. Sarokra. Ötödik helyezett Szilágyi Norbert. Debrecen is vak iskola kvíz. Nem mondom, bocsánat. Negyedik helyezett Takás Lajos Újszáz. Majd még érdekesebb, hogy tényleg én azt gondolom, hogy nagyon értékesek azok a gravírozott kis tojások. Nagyon vigyázzatok már rá, nem tudom, hogy mindent át tudjátok-e venni. A dobogó harmadik helyezettje Tóth Tamás hagyúböszörmény is. Jelképesen vedd át, és majd oda vagyok, mert nehogy eltűnjön. Második helyezett ismét egy nagyon fiatal, valószínűleg fogunk még a nevével találkozni a sakkbelkekben, Diller Denis Kőbánya SC 5 ponttal.
És a 12. Sárét Kupa sakverseny első helyezettje Samu Szorin Mihail Nagyvárad 5,5. A díjak átadását követően a játékosok között sorsolásra kerültek a tetétlen kincsei ajándékcsomagok, amiket a verseny legfiatalabb résztvevője, Kovács Gergely húzott ki. Hát, mindenkinek a neve szerepel ebben a kis, nem kalitkán, ebben a kis dobozban. Ugye azt mondtam, meg úgy hirdettük meg, hogy a tombola sorsolás azok között, akik részt vesznek az eredményezésen. Tehát ha valaki olyan nevet húzunk ki, aki már elment, az tájtalan, újra húzzuk a... Tehát mindenki az, tehát csak azok lesznek, akik itt vannak. És megkérni a legfiatalabb versenyzőket, akkor, hogy nem látszik, de azért húzzuk, hogy elnyújjál bele, vegyék ilyen egy csak. Tudom, lehetjük a szemek jól hangosan, felolvasod? Igen. Kovács Gergely, nem látszik. Garantálom, hogy nem látszik a neve. Akkor nem látszik a neve. Szerencsés között. Gratulálom, a szerencsés között van. De nem is szerencsés között tesszük. És ki? Hangosan megjavál? Szabó Lajos. Hangosan. Hol van Szabó? Itt van Szabó Lajos? Köszönjük a részvételt, és további sikert. Hangosan. Hegedűs Luca. Hegedűs Luca. Kovalcsik Zoltán. Kovalcsik Zoltán. Elmentek, akkor újat húzunk. Látjátok, benne van mindenki. Súlyok István. Na, akkor a Sőjog család, akkor... Szmír Mihály. Szmír Misi bácsi. Elmentem. Na, hát majd akkor megfájtom a szívét, hogy nyert volna, ha egy kicsit türelmesebb. És akkor zászlóként átadnám a polgármester asszonynak, hogy zárja be a rendezvényünket. Köszönöm szépen, köszönjük a türelmüket és a részvételüket, és bízunk benne, hogy jól érezték magukat ezen a hétvégén, és várjuk Önöket vissza jövőre is, sok szeretettel, és legalább ilyen szervezésed és izgalmas játéka. További jó utat, vagy jó hétvégét kívánok Önöknek, és jó utat hazafele. Köszönjük szépen!